Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait, illetve ápolóit mutatjuk be, mindazokat, akik a következő ünnepi esztendőben is fontos szerepet játszottak mindez idáig. Ugye, ahogy már megtapasztalhatták, nagyon sokat beszélgettünk a kuháréráról, most jön egy újabb időszak, vendégem Csernavölgyi István, a kórház volt főigazgatója, belgyógyász, főorvos, kardiológus, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok! Nos, hát először is el kell mennünk délre, egy kicsit Sárbogárdra, hiszen Sárbogárdon járt általános iskolába és középiskolába. Milyenek voltak azok az évek, hiszen én azt gondolom, hogy alapjaiban meghatározza egy ember életét, hogy hogy és miként nő fel, és milyen iskolát végez a gyermekként. Hát azt gondolom, hogy ha Sárbogárd nevét meghallom, a település nevét meghallom, akkor mindig egyfajta furcsa érzés kerít a hatalmában, és tényleg a zsigereimben érzem, és a bőrömön érzem azt, hogy én onnan jöttem, és oda tartozom. Nagyon meghatározó volt az életemben. Én ott nőttem fel, születésem után rögtön ott éltünk. Én azt gondolom, hogy felhőtlen gyerekkorom volt, és sok olyan dolgot tapasztaltam én ott meg a saját bőrömön keresztül, és sok olyan intelmet kaptam a szüleimtől, a tanáraimtól, általános iskolában, gimnáziumban, ami abszolút meghatározó volt később az életemben. Megtanítottak arra, hogy az életben céljai legyenek az embernek, megtanítottak arra, hogy ezeket a célokért igenis dolgozni és küzdeni kell. Megtanítottak arra, hogy az igazság az nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, az igazság és annak a képviselete az én életemben. Megtanítottak arra, hogy az igaz szó az a legfontosabb az életben, arra, hogy a környezetem, a társaim, gyógyítóorvosként már később a betegeim számíthassanak rám, és én értük mindent megtegyek, ami a képességeimből adódik és fakad. És egyáltalán én azt gondolom, ahogy Kipling is írta annak idején, hogy meg kell tanulni embernek lenni. Én igyekszem eként viselkedni, biztosan a magam hibáival együtt, vállalva az esetleges hibáimat, de a sikereimet és a kudarcaimat mindig akként élem meg, hogy emberként tudjak viselkedni minden helyzetben, és én ezt onnan hoztam. Belekapaszkodom ebbe a gondolatba, hiszen a siker az egyértelmű, hogyha valaki a Petőfi Sándor gimnáziumba járt, és ha tudatosan készül, tehát tudja, hogy milyen pályát szeretne választani, akkor egyenes útja vezet, ahogy önnek is, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Tehát tudatos volt. Jó tanuló volt, ez mondjuk egyértelmű, hiszen akkor is ezerszeres volt körülbelül a túljelentkezés. Mi fogadta a SOTÉN? Tehát meghatározó volt a gimnázium ebből a szempontból, még Sárbogárd egy gondolatra visszaugorva. A biológia tanárom Kalács Kalászlani Bori néni, aki sokat foglalkozott velem, és tulajdonképpen felkeltette az érdeklődésemet. Nyilván orvosszülő gyerekeként otthon is valahol ezt láttam, bár soha senki nem mondta, hogy fiam, neked is orvosnak kell lenned, de ilyenfajta presszió rajtam soha nem volt. De valahol mégis abban szocializálódtam már gyerekként is, hogy Sárbogárdon a rendelőintézetben a szüleim, ahol dolgoztak, ott nőttem fel. A tanárom a biológiai rend fölkeltette az érdeklődésemet, és ekkor, amikor az egyetemre beléptem, ezt a fajta tanulási vágyat, igényt, ezt az egyetem abszolút minden lehetőséget megadott arra, hogy az ember fejlődjön szakmailag. Mind a mellett is, hogy nyilvánvalóan a féle fiatalként azért az ember nem minden pillanatban a tanulásra koncentrált, nyilvánvalóan az egyetemi évek alatt sem, de az teljesen egyértelmű volt, hogy ez a pálya engem vonz, és ott mindent meg tudtam tanulni.
és valahol ott már éreztem, hogy a belgyógyászat és azon belül is leginkább a kardiológia felé visz az én irányom. Aztán később ez, amikor elkezdtem orvosként dolgozni, ez realizálódott is. Tehát az orvos egyetem eleve elrendelés volt, ahogy beszélünk róla. Ugyanakkor nagyon fontos a szakirányválasztás, tehát itt említette a belgyógyászatot és a kardiológiát. Kik voltak azok a professzorok, akik erre tereltek, akik segítették ebben, hogy ez majd a későbbiekben megtérül? Az egyetemen Romics professzor úr, aki belgyógyász lipidológus professzor. A Fehérvári Kórházban, ahol elkezdtem akkor dolgozni, akkor még megyei kórházként, hivatalosan megyei kórház volt, megyei kórházként apostrofálták. Simon Kornél professzor úr egyértelműen az a személy, és Szabó Péter főorvos úr, akik még inkább felkeltették az érdeklődésemet a kardiológia irányában. Tulajdonképpen az alapvonzalmon túl engem mindig vonzott a sürgősségi esetek ellátása, egyetem alatt is a mentőknél mentőtisztként, előtte ápolóként végig dolgoztam, kórházban is végig dolgoztam ápolóként az egyetemi évek alatt, tehát minden szegmensét igyekeztem megismerni a gyógyításnak. És mivel a kardiológiában a tudományos vonzalom és ez a fajta sürgősségi attitűd egyesült, ezért értelemszerűen ez a pálya nagyon vonzó volt nekem, ezért lettem kardiológus. Ugye az akkori megyei kórházban kezdett el dolgozni, aztán később jött Mór. Mór egy különleges helyet foglalhat el a szívében, hiszen a belgyógyászati osztály főorvosaként, illetve orvosigazgatóként egy új más világot teremtett, ha úgy tetszik. Tehát elindult azon az úton, amit aztán később a Szent György Kórházban is megvalósított, de arról majd később beszélünk. Tehát Mór. Mór. Szakvizsga környékén helyezkedtem el Móron, és a belgyógyászati osztályon dolgoztam, ahol Pozsgai Zoltán főorvos úr volt az osztályvezető főorvos, és tőle és az ottani kórház igazgatótól, Pataki főorvos úrtól, aki radiológus volt, megtanultam azt, hogy hogyan kell olyan empátiával, olyan gyógyítói hittel mindenkihez fordulni, aki panaszsal jelentkezik egy kórházban, egy rendelőben, aki segítségre szorul. Hogyan kell végigvinni a folyamatot a gyógyítás során, és hogyan maradjunk emberek mindvégig, miközben fehér köpeny van rajtunk ott a betegágy mellett. Ezt én Móron tanultam. Aztán, ahogy teltek az évek, nyilvánvalóan én is lépkedtem elő a szakmai ranglétrán, folyamatosan a móri évek alatt is jártam fel a kardiológia vetületében a Budapest Városmajor Szív- és Érsebészeti Klinikára, heti rendszerességgel képződtem, párhuzamosan a móri évek alatt. Így lettem osztályvezető, később orvosigazgató, ahol annak próbáltam megfelelni, pontosan azoknak az elveknek próbáltam megfelelni, aminek majd később is megpróbálok ugye Fehérváron, hogy azt a csodálatos gyógyítást, ami miatt valaki orvossá lesz, és amikor hivatásává válik a szakmája, azt tudjam képviselni. Én ezt Móron tanultam, és ezzel az attitűddel léptem később be a székesfehérvári kórház kapuján, amikor hívtak. Ugye ez volt a humán oldala, viszont van a Móri modellről beszélünk, van annak gazdasági oldala is, hogy hogyan lehet egy kicsi kórházból egy minden igényt kielégítő kórházat csinálni, ha úgy tetszik ezzel a rossz szóval, hiszen ez szervesen hozzátartozik ma már az élethez. És a rendszerváltás után vagyunk, amikor rohatatlanul is a betegekben is nő az igény, hiszen kitekinthetnek, hogy másutt mi újság. Azok nagyon macskakörüm izgalmas évek voltak. Akkor jelent meg az egészségügyben egy olyan robbanásszerű fejlődés egyébként technikai oldalról, az én szakmámban is, a kardiológiában is, ami egyre inkább centralizálni kezdte az ellátási formákat, és az egészségügy elkezdett átalakulni. Ez nyilvánvalóan számos vulnerabilis
területet érintett mind a dolgozókban, a szakdolgozókban, mind pedig a lakosságban, hiszen bizonyos ellátási formákat csoportosítani kellett centrumok felé. Kardiológián belül nagyon egyszerűen lefordítható, ma már mindenki számára tulajdonképpen evidencia, hogy egy akut szívinfarktus esetén például abban az érában még első lépcsőben infúziós kezelést alkalmaztunk, ma már nagyon-nagyon rövid időablakkal, a mellkasi panaszoktól számított nagyon-nagyon rövid időablakkal a szívkatéteres asztalon van a páciens, és az életben maradási esélye és a gyógyulási esélye sokszorosa. Ez volt az az éra, amikor ez elindult. Ekkor szerveztük át a Momori Kórházat, és alakítottunk ki egy olyan modellt, amitől az a kórház abban a formában működni tudott, és meg tudott maradni gyógyító kórháznak. Ez volt az egynapos sebészet, ez volt akkor még egy kisebb belgyógyászat, ez volt egy olyan fajta szakrendelési paletta, amire a lakosságnak igénye volt. Később, amikor a sürgősségi ellátás és az akut ellátások ezt igényelték, a Móri Városi Kórház akkor strukturálisan, nyilván erre vonatkozott a kérdés részben, akkor már mint Fehérvári kórházvezető is ezt a Móri kórházat beépítettük abba a folyamatba, ami az ellátási lépcsőben a pacienseknek a legnagyobb biztonságot fogja jelenteni, organizálva hozzá a mentőszállítást, az alapellátó ügyeletet, a fekvőbetegellátást úgy alakítottuk át, és végül Móron én azt gondolom, hogy jelenleg is egy olyan ellátási forma működik, ami jelenleg is azt gondolom, hogy az országban sok-sok helyen még minta lehet. Van egy járóbetegellátó része, van egy egynapos sebészeti része, van egy olyan rehabilitációs része, ez a kardiológia rehabilitáció, ahova a nagy kórházban meggyógyított, ellátott, szívkatéteren átesett pacienseket oda tudjuk helyezni és ellátni, szívműtét után oda helyezhetők a betegek, akármelyik szívsebészeti centrumból is ellátható, és hosszú távon gazdaságilag és szakmailag ez teljesen egyértelműen a jövőt képviseli. Bármennyire is mondják, hogy az egészségügyi ellátórendszer stabilitása az közhely, hogy annál fontosabb nincsen. Én azt gondolom, hogy az a remek munka, amit a munkatársaival együtt végeztek Móron, teljesítve azt a kihívást, hogy egy kicsi városi kórházból egy olyan ellátórendszer épüljön, ami azt mondom, hogy nagyon példaértékű. De viszont jött az újabb kihívás. A Szent György Kórház. Nyilvánvaló, hogy a Szent György Kórház 2010-et írtunk. Emlékszünk rá, hogy a kormányváltás előtt bizony az egészségügyben óriási problémák voltak. A köznapi ember számára értelmezhetetlen dolgok történtek. És itt volt a megyei kórház, a Szent György Kórház, amely ugye a megye kórháza, ahogy tetszik, több százezer ember bízik az ottani orvosokban. El kellett indulni egy olyan úton, amely például szolgálhatott a Mór, viszont ez egy teljesen más lépték. Nagy kihívás volt önnek? Nagy kihívás. Amikor ott vártam tulajdonképpen, azt gondolom, ez volt a legnagyobb szakmai váltás az életemben, ott vártam tulajdonképpen a gyógyító orvos mellett, szerepkör mellett igazából egészségügyi szervezővé. Pontosan az a helyzet volt, ahogy említette, hogy átalakult az egészségügy, és ezer sebből vérzett. A hívó szó, amikor elhangzott, akkor én nagyon-nagyon hezitáltam magamban, hiszen tényleg ezer szállal kötődöm a gyógyításhoz, a mai napig is egyébként. És az egyik kollégám, akit megkérdeztem, azt mondta, hogy ha át tudjuk szervezni úgy az ellátást Fehérvár vonatkozásában, hogy ez a kórház stabilizálódni fog, béke lesz, szakmailag fejlődni tud és nemzetközi kitekintést tud nyerni, akkor sokkal több emberen tudunk majd segíteni, közösen a munkatársaimmal, mint ha ott maradok Móron, és ülök egy rendelőben, vagy egy gyógyító osztályon, és ellátom azokat a pacienseket, akiket én látok el, és megtisztelnek engem a bizalmukkal. És akkor én ezt végig gondoltam, és azt mondtam, hogy igen, vágjunk bele, próbáljuk meg. Mindig szerettem egyébként a pozitív üzenetű kihívásokat. És akkor 2010-et írtunk, 2010-ben
egy olyan kórház vezetését vettem át, aki a részletektől tényleg mentesen, de az mégis tényszerűen kijelenthető, hogy egy őrületes adósságállományt halmozott föl már abban az érában, ez az közel 2,5 milliárd forintos adóssága volt akkor a kórháznak. És ugye ezért a gazdasági stabilitás az mindig az alapját képezi a gyógyítói képességeknek. És én akkor is azt mondtam, hogy első lépcsőben oldjuk meg a gazdasági stabilizálást, párhuzamosan természetesen áttekintettük a ellátói palettát, és elkezdtük szépen lassan a lépéseket megtenni. Pár év múlva a Fehérvári Kórház ledolgozta az adósságát. Nem akarok, 14 vagy 15 szakmában a legmagasabb progresszivitási szinten gyógyított, ez óriási eredmény, ami a további lépést jelentette, az pedig az volt, hogy tudományosan későbbiekben, 2012-ben és 2015-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem, illetve és a SOTE, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyakorló, illetve oktató kórháza lett, amivel elismerték azt a tudományos képességét, ami ebben az intézményben egyébként ott van és ott volt, korábban is, csak ugye ezeket struktúrába kellett rendezni. 2018-ban nemzetközi kitekintést is nyert az a fajta tevékenység, Izbéki Ferenc professzor úr igen jelentős szerepével és hatékony munkássága nyomán, hogy Közép-Kelet-Európában másodikként nevezett transzlációs medicina központ lettünk. Tehát már nemzetközi kitekintésben is az élmezőnyben, az élejárók közé tartozott 2018-ban ez az intézmény. De mindig azt mondtam, hogy mind a gazdasági stabilitás, mind a progresszív ellátási szintek, mind a nemzetközi kitekintés, és mind az az őrületes mennyiségű és volumenű infrastruktúrális fejlesztés, amit ebben az elmúlt 10 évben egyébként ez a kórház megvalósított, olyan 20 milliárd forint nagyságrend, ez most nincs előttem nyilván már a papírban az elmúlt 10 évben, ami érintett mindent, a járóbetegellátást, a fekvőbetegellátást, a műtőket, a sürgősségosztályt, mindent átalakítottunk. Azt mondom, hogy akkor fogja az értelmét elnyerni, és az az egésznek az esszenciája, hogyha a gyógyításban ez megjelenik, gyógyítói teljesítményben, ott a betegágynál, amiért mi gyógyítók vagyunk. És ez megjelent, hiszen a fenntartó, ugye a minisztérium és ez elemzései szerint az év naptári, összes naptári napjait tekintve a Fehérvári Egyetemi, Szent György Egyetemi Oktatókórház sürgősségi kapuján az év minden naptári napjainak 99,5%-ában a legtöbb pacienst fogadta, minden intézményt beleértve ebbe az országban. Amikor azt érezte a lakosság, hogy tömeg van. Igen, mert ez a kórház nem küldötte betegeket. Igen, mert ez a kórház a legnagyobb forgalmat, a legnagyobb fogadókészséget mutatta a lakosság felé. Igen, mert ez a kórház, majd később talán szóba kerül, nem tudom, ez bizonyított minden nehéz körülmények között. Magyarul, és egyértelműen megvolt az esszencia, amiért dolgoztunk a munkatársainkkal, ez a kórház akart, és tudott gyógyítani. És azt gondolom, hogy ez a magyar ellátó rendszerben ez azért, ha nem is egyedülálló, de sok példát erre nem tudnék felsorolni. Tehát ez a stratégiai cél megvalósult, hogy az ország közepén az ország egyik legjobb kórháza lehessen, hanem a legjobb. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a Kuhár érát követően, hiszen a Kuhár éra teremtette meg annak a lehetőségét, hogy Székesfehérvárról, a Szent György Kórházról elismerően beszélhessenek. Itt már számtalan olyan vendégem volt, akik akkor érkeztek Kuhár főorvos úr meghívására, Goglár Pád, Tán, Móricz, Solt főorvosok, Simon Kornél, és így tovább, aztán utána jött a következő generáció, Simon Gábor, Gervany Judit és a többiek, Izbéki professzor, ha úgy tetszik. Aztán jött egy pillanat, és azt gondoltuk, hogy ez örökké tart. És 2020 áprilisát írtunk, amikor jött a döbbenet. Azért mondom, hogy döbbenet, és nincs ebben semmi túlzás, hiszen az előző időszakban számtalanszor beszéltünk arról, hogy egyrészt erről a fejlődésről is, másrészt pedig akkor már a koronavírus járvány kellős közepén voltunk, és Székesfehérvár
tehát Székesfehérvári Szent György Kórház nagyon sokat tett azért, hogy ez a vírus, a Covid kezelhető legyen, ha úgy tetszik. És jött a döbbenet, tehát mondom még egyszer, amikor megjelent, és rövid 3-4 sor, nem több volt az első, hogy minden előzmény és érdemi magyarázat nélkül felmentették önt. És nyilvánvaló, hogy mélységében nem kívánunk belemenni, de én azt gondolom, hogy az azutáni történések, a kórház dolgozóinak reakciói és minden egyéb arra világított rá, és ami később is bizonyosodott, hogy nem történt semmi hiba. Valamilyen adminisztrációs hiba, amit máig nem tudunk, nem is kérdezem erről önt. Miként élte meg? Én aznap reggel... ez még most is nehéz. Szóval aznap reggel én dolgoztam, és a járványellátást szerveztük. Minden ment a maga rendje és módja szerint. Egy olyan intézményben, amelyet pont az elmúlt 10 éve tett arra alkalmassá, hogy egy háborús járványügyi helyzetben, erre értem a háborús kifejezést, egy háborús egészségügyi helyzetben hely tudjon állni. Amikor a járvány elkezdődött, akkor munkatársaimmal tartottunk egy kórházi értekezletet, ahol én azt arra kértem őket, és azt mondtam nekik, amire tulajdonképpen az előbb utalást tettem más vetületben, hogy mindaz a fejlődés és mindaz a tartalom, ami ebben az intézményben megvalósult az elmúlt 10 évben, akkor nyeri el az értelmét, és mindazok az elvek, amit mi a nagy elődöktől, Csalai Kégülgyöltől, a Berzsenyi főigazgató úrtól, Kuhár főigazgató úrtól megörököltünk és kutyakötelességünk továbbvinni, hogyha egy ilyen helyzetben mi tudunk segíteni, ott tudunk állni a bástyán, és meg tudjuk védeni a lakosságot. És ez a kollektíva, ez egy emberként azt mondta, hogy igen, küzdjünk, harcoljunk és csináljuk, és éjjel-nappal dolgoztunk 24 órában. Azon a napon is, és akkor kaptam egy telefont, és az a lényeg, hogy aznap már a felmondó papíron még aznap délután vagy este már a kezemben volt. Ezt a kezemben nyomták. Visszajöttem a kórházba, összehívtam a közvetlen munkatársaimat, mert este volt már 9 vagy fél tíz talán, én ezt elmondtam, és hát ott nem csak az én szememben volt könny, hanem a hölgyeknek ugye előbb könny szökik a szemébe, de ott meg lett férfi emberek szemébe is könny volt. Mi tudtuk, hogy itt valamit itt nagyon-nagyon csúnyán szétszakítottak, és nagyon nehezen éltem meg. Utána, amikor eljöttem a kórházba, hogy nyilván össze kellett pakolni, meg át kellett adni, meg stb. Vannak ezek a hivatalos folyamatok. Számomra tényleg meglepetés volt, hogy több száz kollégám állt a Kossuth Zsuzsa szobor körül, ahol mi számtalanszor ezekről a gyógyító jelvekről és attitűdökről beszélgettünk, és elköszöntek tőlem. Ott kellett tartsak nyilván egy valami fajta búcsú beszédet, ahol tényleg spontán volt, és tényleg nem is lehetett más, és tényleg elmondtam, amit gondolok erről az egészről, és arra kértem őket, hogy most ne az én személyes sorsommal foglalkozzanak, hanem azzal, ami a dolgunk, és amire készültünk 10 évig a járvánnyal. És ennek az intézménynek az erejét az mutatja, hogy, és ezért mondtam, hogy a személyes sorsom másodlagos, hogy ez nélkülem is ugyanúgy csinálta a dolgát tovább a járvány alatt végig, ahogy kellett. Így módon én ezt, ha mostani agyammal, elmúlt másfélben számtalanszor átélve végig gondolom, akkor tulajdonképpen ez a sors ajándéka, mert szóval vezető annál többet ritkán kaphat, hogy,
hogy így értékelik a munkáját. Hogy az, amit csinált, azt megértették, hogy miért tette, és megértette, hogy értük, és a lakosságért. Így értem meg. Nehéz erről beszélni, tudom, mert hogy azért nekünk is nagyon nehéz volt, hiszen volt egy Berzsenyi, Szentgyörgydíjas, mindenféle értelemben elismert orvos, egy kórházvezető csupa nagybetűvel, ahogy tetszik, akitől búcsút kell vennünk mindenféle, tehát egyszerűen, tehát máig nagyon sokan nem térnek magukhoz. Hát, hogyan tovább? Tudta akkor, hogy lehetett ezt átvészelni? Hiszen ezek kulcspillanatok egy ember életében, aki a hivatását ilyen szinten és ilyen átéléssel, gondolatokkal teszi. Sok erőt adott a környezetem, és hát a családom. Nem tudtam, hogy mit fogok tenni. Azt tudtam, hogy az igazamat azt képviselni kívánom, és ez így is történik, és zajlik jelenleg is, mert abban maximálisan meg biztos vagyok, és azt tudtam, hogy előbb-utóbb valamerre lépnem kell, és azt is tudtam, hogy az a megye, az a város, ahol én dolgoztam az elmúlt 30 évben, az ott most nekem nincs lehetőség, értelemszerűen. Tehát nekem ebből a megyéből és ebből a városból el kell mennem. Így is tettem, egy másik városban, egy másik egészségügyi intézményben dolgozom, és részletekről tényleg nem szeretnék beszélni, de úgy gondolom, hogy egy olyan az egész egészségügyi ellátórendszer átszervezését érintő irányváltások zajlanak most az egészségügyben, amiben talán az én elmúlt több évtizedes tapasztalatom, és ez alatt most már sajnos a vezetői tapasztalataimat is értenem kell a több évtizedes tapasztalat alatt, szükség van, és hogy egy olyan élhető egészségügyi ellátórendszer tudjon megvalósulni ebben az országban, és nyilvánvalóan a szívem közepe mindig Székesfehérvár marad, és Fejér megye, és Sárbogárd, és Mór. Ezek voltak az érintett települések az életemben. De egy olyan ellátórendszer alakuljon itt ki ebben az országban, amelynek minden szektora, az állami szektor, a magánszektor, és ezeknek az egésznek az a fajta elegye élhető ellátást és biztos ellátást nyújtson a rászorulóknak, annak minden vetületével együtt, a biztosítói hátterével és az ellátó struktúrájával együtt, hogy a magyar lakosság tényleg gyors, elérhető ellátási formákban tudjon gyógyulni úgy, hogy javuljanak azok a mutatók, amelyek mondjuk az érrendszeri betegségeket, a daganatos betegségeket és az egyéb betegségeket érintik. Úgyhogy most ezen dolgozom. A megye nagyon hiányzik, a város nagyon hiányzik, minden nap innen indulok el a munkába, és amikor beautózom a székesfehérvári kórház kapuján, és tényleg azt kell mondjam, hogy a tekintetekből azt érzékelem, hogy sokan hasonlóan éreznek, mint én, hogy nehéz pillanatok ezek, de mindig a szívem szakad meg. Talán azt is mondtam, amikor eljöttem a kórházból, hogy a szívemet ugyan kitépték, de az a közösség a hitemet visszaadta, és én most ezzel a hittel megyek tovább. Sajnos nem Fejér megyében, hanem egy másik megyében. 1991-ben végzett, tehát egy emberöltönyi távolságból tudja szemlélni ezt a pályát, és azt gondolom, hogy az elmondottakból is kiderül, hogy milyen szinten tette ezt. Én ezt szeretném megköszönni minden székesfehérvári, minden Fejér megyei nevében, minden sárbogárdi, móri és mindenhol. Köszönöm, hogy megtisztelt, és hát bizakodva várjuk. Én legalábbis majd a következő években olvasom, hogy az a kétszer nem odaítélt Batthyány Stratmann díj végre őt megillető helyre kerüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Cserna Völgyi István főorvos volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!